Összesen 3 millió forintból újult meg a Német Klub Kiskassán. Az egykori iskolaépületben jelenleg könyvtár és teleház működik, valamint hétvégente kézműves szakköröket tartanak. A tavalyi évben nem csak az udvar, hanem a belső terek is megújultak. A klub március utolsó hétvégéjén nyitotta meg kapuit. Ez a Kiskassai Német Klub, ahol most vagyunk, és újra festhettük, és valamikor, aki először megfestette, őt Picasso-nak hívtuk, mert fantasztikusan szépen festett, de találtunk most egy fiatalembert, aki szintén ugyanilyen szépre visszafestette. A másik a felújításokba tartozott az ablakcsere is, mert még a nagyon-nagyon régi dupla ablakok voltak, csak a hideg és a bogarak jöttek be, és redőncserére is kaptunk támogatást, ezt mindegyiket a nemzetiségi vonalon kaphattuk meg, a nemzetiségi beruházási pályázatok terhére. De ugyanígy nemzetiségi pályázat révén nem csak beruházásra kaptunk, hanem kaptunk például kereszteknek a felújítására, sőt egy új keresztnek a megcsináltatására is, ez még előttünk áll. Kettőt a határban fogunk majd egyet felállítani és rendbe hozni, kettőt a temetőben, és elindult egy új nemzetiségi pályázati vonal is, a híresebb, tehát a faluban elismertebb emberek sírjainak a felújítása. No, erre is sikerült támogatást kapni, de ez is még majd valamikor a nyár folyamán fog elkészülni. A pandémiás időszak után 2022-re színes, változatos programokkal készül a német önkormányzat. Ami már biztos, ami a legközelebbi programunk az a húsvét, ugye április 16-17. Az első napon szoktunk tojást festeni a gyerekekkel, ez egy ilyen közös program. A nagyobb gyerekeknek lesz a kultúrházban német társasjáték, arra is lesz most itt lehetőség, hogy ugye megismerjék, esetleg begyakorolják addigra. És 17-én a húsvét első napján pedig lesz a tojáskereső verseny. Az abból tevődik össze, hogy több helyen eldugjuk a tojásokat, és ilyen különböző korcsoportokba, ugye csapatokat alkotnak és megkeresik. És persze lesz ugye nyertes hirdetés, ajándékozás, ez egy nagyon szuper program, ez már közel 10 évre, ha nem több visszamenőleg is már csináltuk, és nagyon sikeres. Egyre több a gyerek, most már nem csak a gyerekek élvezik, hanem a felnőttek is. Májusban bündentánc lesz Kiskassán, ez egy nagy, most lesz nálunk először, már most nagy az érdeklődés, utána lesz május 13-án vagy 3-án, még az időpontot nem fixáltuk még le, Zauber Musik látogat hozzánk, mondjuk ez óvodás és kis iskolásoknak lesz egy ilyen kis előadás, majd utána lesz ugye júliusban az Anna napi búcsú, ami nálunk ez egy fantasztikus fesztivál rendezvény. Azt nem lehet kihagyni. A gyerekek délutánonként és a hétvégéken szívesen látogatják az intézményt, és az idősebb korosztály is talál magának megfelelő programokat. A cél, hogy a fiatal felnőtteket is bevonzzák a német klubba. A német klubban működik a teleház, ugye új számítógépeink vannak, tehát a gyerekeknek, felnőtteknek, akiknek szükségük van internet elérésre, vagy bármilyen segítségre itt megkaphatják. Emellett klubkönyvtárunk van, német és magyar nyelvű könyvekkel, különböző kiadványokkal, amelyekben a falvaink is szerepelnek. Akkor kézműves foglalkozásokat szoktunk tartani kicsiknek és nagyoknak is, tehát vannak varrógépeink, a kisebb gyerekeknek színezőket, meg stb. Ilyen kis papírjátékokat szoktunk csinálni. Aléna a fiatalokat vezeti be az Xbox rejtelmeibe. Mi tartozik az Xboxhoz, és hogy milyen játékokat lehet játszani, és hogyan kell kezelni a kontrollert és a játékokat együtt. Már nem tudom, hogy mikor kezdtem, már régen volt, de mindig megtudok valami újat. Az idei évtől foltvarrással és egy új kétnyelvű társasjátékkal is várják az érdeklődőket Kiskassán.